Januártól ismét változtak a duális képzőhelyekre vonatkozó szabályok, elsősorban a képzésben résztvevőkhöz kapcsolódó pénzügyi elszámolások területén. Az Alamegyei Kereskedelmi és Iparkamara folyamatosan igyekszik segíteni a vállalkozásoknak abban, hogy az adminisztrációs teendőket minél zökkenőmentesebben tudják teljesíteni. A tavalyi évhez képest januártól újabb változások következtek be. Egyrészt a pénzügyi oldalról, ugye most már a szociális hozzájárulás adó kedvezményként lehet igénybe venni a duális képzőhelyeknek a támogatást a tanulók után. Másrészt pedig januártól úgymond fixálásra került a szakképzési és munkaszerződéses bér, ami eddig ugye a minimálbér függvényen volt, most egy 100 és 168 ezer forint közötti összegben került megállapításra, ami függ attól, hogy a támogatás normatívája is mennyi, tehát ha majd az emelkedik, akkor ez a bér összeg is emelkedik. Ez a két fontos változás mellett még ugyanúgy módosításra kerültek a felnőttek kapcsán, tehát azok a felnőttek, akik ugye szakirányi oktatásba kapcsolódnak be, és iskolai rendszerben tanulnak szakmát, hiszen két szakma tanulása ingyenes, az ő esetükben is változott, mint a bér, mint pedig az elszámolás módja és mértéke is a januári változásokkal. A vállalkozások, illetve azoknak mondjuk a könyvelői mennyire tudják követni ezeket a változásokat? Hát szükséges, hogy kövessék, erre minden segítséget igyekszünk is magadni számukra. Online fórumokat szervezünk, különféle tájékoztató kiadványok kerülnek kiadásra, mind online formában, mind pedig papír alapon is természetesen, hiszen nagyon fontos szerepük van az új rendszerben, ahogy a tavalyi évben is, hiszen a napi elszámolás miatt folyamatosan kapcsolatba kell lenni az iskolával, ha ugye külsős könyvelő, akkor az adott képzőhelyen belüli oktatóval, aki az adminisztrációkat vezeti, tehát még fontosabb a kommunikáció, mint eddig bármikor. Több lett-e az adminisztráció a vállalkozásoknál? Az előző rendszerhez képest emelkedett, viszont vannak enyhítések, amit az új rendszer bevezetését követően változtattak. Ilyen például az, hogy a szakképzési munkaszerződést már nem a szervezetnek kell feltölteni, hanem a NAV adatok alapján kerül be majd a Kréta rendszerbe. Még mindig nagyon várjuk a központi nyilvántartó rendszert, ami segíteni a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését, hiszen akkor az iskolával közösen vezetett online felületen tudják a napi rutint megtenni, tehát a jelenlét igazolását, hiányzást vezetni és a szakmai tartalmakat tölteni. Amint ez elérhetővé válik, bízunk benne, hogy heteken belül már látni fogjuk a rendszert, akkor természetesen ebben is majd igyekszünk segítséget nyújtani a vállalkozások számára, hogy minél gyorsabban megismerjék ezt a kötelező felületet. Mennyire hajlandók a vállalkozások bekapcsolódni a duális képzésbe így? Természetesen az, akik már eddig is partnerek voltak és a régi rendszerben oktattak, ők nagyobb lelkesedéssel vágtak bele az új kihívásoknak is, de ettől függetlenül azért vannak új szervezetek, új cégek, akik bekapcsolódnak valamilyen oknál fogva szimpatikussá vált, vagy a tanuló, vagy az oktatás, vagy hát természetesen ugye az alapvető ok mindig a saját munkaerő utánpótlás kinevelése, de ez a legvonzóbb a rendszerben. Még mindig sokan azért félnek ezektől az adminisztrációs terhektől, nem minden esetben tartják elegendőnek a pénzügyi forrást a képzés támogatására, de természetesen ezeket a tapasztalatokat, javaslatokat összegyűjtjük, és igyekszünk mindig a jogszabályalkotó felé olyan meglátásokat, tapasztalatokat, javaslatokat tenni, amin ezen a helyzeten változtat majd.